ebben a nagy nyári melegben, ahol bizony sokszor hőségriadót adnak ki, nagyon fontos azokra a magyar munkavállalókra gondolnunk, akár akik ezekben a percekben is dolgoznak, különösen azokra, akik ezt teszik például egy gyárban vagy valamilyen üzemben, ahol extrém magas, akár 50-60 Celsius fok hőmérséklet is lehet. Sajnos ennek ellenére számtalan információ érkezett be hozzánk, hogy nem minden munkahelyen veszik ezt kellőképpen komolyan, pedig a magyar munkavállalók egészségének a védelme különösen fontos lenne ebben a nyári nagy melegben, hogy csak néhány kockázatot említsek, hogy miért nehéz ilyen nagy melegben dolgozni. Soroljunk fel egy párat tényleg, tehát csökken a koncentrációkészség, aztán a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők helyzete ilyen nagy melegben rosszabbodhat akár, a szervezet elektrolit egyensúlya is felborulhat, ez akár eszméletvesztéshez is vezethet, az izmok elernyedhetnek, ez a fogóerőt jelentősen rontja, tehát ez rendkívül balesetveszélyes, de akár kitérhetnénk a tűzveszélyre is, vagy a hőgutára, napszúrásra. Látható tehát, hogy rendkívüli kockázatokat rejt magában az extrém melegben végzett munka. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a jogszabályi keretek nem minden esetben fogalmaznak pontosan, ugyanis mást jelent a meleg például egy buszsofőr számára, vagy egy építőiparban dolgozó számára, vagy akár egy sütőipari dolgozó számára a kemence mellett. Illetve azt is látjuk, hogy amíg az ANTS nem adja ki a hőségriadót, addig nagyon sok helyen bizony nem igazán foglalkoznak ezzel a problémával, pedig hát az imént, mint ezt kifejtettem, meg kellene, hogy legyenek ezek az óvintézkedések, akár védőitalok, több szünet, olyan hőségriadótól függetlenül is számos munkahelyen, hiszen már akkor nagyon meleg van. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy a jelenlegi szabályozásnál részletesebb, akár munkakörökbe belemenő szabályozás szülessen arról, hogy mi számít extrém melegnek egy munkakörben, egy munkahelyen. Másrészt, és ez talán most a legfontosabb ebben a nyári melegben, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne csak akkor foglalkozzanak a különböző munkáltatók az óvintézkedésekkel, amikor már kiadták a hőségriadót, hanem preventív jelleggel menjenek elébe a dolgoknak, mert ez közös érdek, tehát a munkáltató érdeke is az, hogy a munkavállaló egészsége rendben legyen, ez a cég közös érdeke is, ha úgy tetszik, ezért arra biztatunk mindenkit, hogy hívja fel erre a figyelmet bárhol jár a munkakörnyezetében, hiszen még egyszer mondom, a magyar munkavállalók egészsége ebben a nyári nagymelegben óvandó, és ők fontosak. Köszönöm szépen a figyelmet!